városnéző kisvonatot vásárolt Mályi község önkormányzata, amely többek között a rendezvények alkalmával és a nyári szezonban a tópartra lejutásban segítenék a helyi lakosokat és a településre látogató turistákat. A vonat ötlete akkor jött, amikor béreltük a dottóvonatot, ez 600 ezer forintunkba került per nap, ezt egy kicsit soknak találtam, mivel nagyon népszerű volt a szülők és a gyerekek körébe is, ezért úgy gondoltuk, hogy veszünk egyszer egy dottóvonatot, de hát ez olyan álom volt, hogy szinte teljesíthetetlen volt, mert újonnan nagyon-nagyon drága használtan is, de most szerencsénk volt, és egy nagyon jó áron tudtunk szerezni egy 56 személyes vonatot. 12 millió 300 ezer plusz áfáért sikerült megszereznünk, amúgy ilyen 35 millióért lehet vonatot venni. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha ez lehet, hogy a Dottó az egy márka, ez nem Dottó vonat, ez egy másik fajtájú vonat. Elsősorban a helyi lakosoknak szeretnénk örömet okozni vele. Tavaly kb. 90 rendezvényünk volt, és nagyon sokszor tudtuk volna a Dottó vonatot használni, itt a gyerekek és a szülők örömére is. Úgy gondoljuk, hogy a rendezvényeinken elsősorban tudnánk hasznosítani a Dottó vonatot, megsporolva ezzel a nagyon magas bérleti díjat, illetve mi magunk szeretnénk bérbe adni, hiszen a Rádió Emmái plázson több csapatépítés is sorra került. A célunk az, hogy vállalatoknak, cégeknek, illetve önkormányzatoknak bérbe adjuk a Dottó vonatot, és helybe is használjuk. Az a másik elképzelésünk, hogy menetrendszerinti járatot indítunk a tóra, tehát a nyári szezonban, mert a buszjáratok ugye nem olyan sűrűk, és a látogatottságtól függően fogjuk kialakítani a menetrendet. Természetesen ezt is majd ki kell tapasztalnunk, hogy mikor és milyen sűrűséggel fogjuk elindítani a városnéző vonatunkat.